Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Sirius App-nek, most már a 7. részénél tartunk. Most volt egy kis hatásszünet, mert be kellett menni dolgozni, aztán akkor nem tudok csinálni videókat. Nem home office-ba voltam. Folytatjuk a mentést, a dűnékkel fogjuk folytatni. Na nézzük! Itt már egyből küldik a lézer sugarakat irányunkba. Itt ugye már van rakétavetőnk. Picit nem hallom, hogy mit beszélek. Már van már ugye rakétavetőnk, eléggé megkönnyíti a dolgunkat, és van már ilyen gránátvetőnk is. És ahogy látható, a rinocérosz fejűek már egyenes irányban támadnak felénk. Ott pedig szintén megint jön egy nagyobb rakétavetős droid, vagy nem is tudom, hogy hívjam ez, biomechanikus gépezet. Közben a gnárokat, azokat itt a ő rakétáik is le tudják szépen csapni. Én egyelőre most csak a rakétavetőre összpontosítok. Hát ezeket gyorsan a minigunnal le tudjuk szépen szedni. És most jönnek a bombermenek. Ugye a kamikáze fejűek. Mögülem is jönnek vajon? Nem tudom. Igen, nem egy túl nagy pálya, inkább hát hogy is mondjam, tehát annyira nem nagy ez a pálya, ugye van ez a sivatagos rész, lesz még egy rész, ahol van mindjárt átmegyünk szintén sivatagos jelleggel, aztán pedig ott bemegyünk abba a nagy templomba, ami ott van, az a város igazából, de szerintem, hogyha elolvassuk, hogy mi a küldetés, akkor előrébb leszünk. Mind a négy elementál a kezünkben van. Nagyon magabiztosnak érzem a küldetésnek a sikerességét. Memphis-t közelítjük meg. Igen, találunk még további válaszokat ott a kérdésünkre. Nem várok könnyű bejutást. Memphis erősen védett hely. Na, akkor így vágjunk igazából bele a dolognak. Ott kicsikét fura a textúra. Vagy mindenhol ilyen? Érdekes, hogy a homokba, hogyha belelővök, akkor ilyen fémszilánkok jönnek ki. Ne zavarjon ilyen kisebb probléma minket. És látható, hogy tényleg hatalmas város elé nézünk. Ezt a pályát régen is nagyon szerettem. Nem tudom miért. Olyan egyszerű, de mégis nagyszerű rakétavetőket felvesszük. És felvesszük a 200-as páncélt. Minigunra átváltunk. És már jönnek is a rinocéroszok. Ugye, hogyha eltalál minket egy rinocérosz, akkor ugye repülni fogunk szépen. Azt hiszem valamelyik, hopp, ezt benéztem. Valamelyik részben az volt, hogy repültünk, mert szépen eltalált. Hát nem is tudom, hogy mivel kéne ezeket ölni. Már túl sok lőszer nincs, az a helyzet, az az igazság ebbe a géppisztolyba, meg a minigámba. Na. És igen, szépen vissza kell szoknom itten a irányításra is. Ott van egy 200-as élet, azonban szeretnék megmutatni egy secret helyet. Ebbe az irányba kell elmenni. Szépen ott a pixeles hegyek irányába. És itt van egy secret dolognak mondható. Ez ugye 100-ig viszi fel. Már ki is dobta, hogy secretet megtaláltuk. Hát most rakétavetőt kapnak a csontik. Úgy döntöttem. De lehet, hogy nem a géppisztolyból meg a minigámból kéne a töltényt pazarolni. Jó öreg Soti! Hát igen, a játék vége felé, meg itt a játék közepénél már annyira nem használatos. Mondhatni gyenge a shotgun. Mint úgy a sima egycsövű, meg a pisztolyról már ne is beszéljünk. A kés ugye az meg gnárok ellen esetleg jó lehet. Ja, szép amúgy, tehát tényleg.
Ott arra még soha nem mentem el. De most nem fogjuk azt megnézni. Itt van valami ilyen árnyék, vagy nem is tudom mi ez. És is itten a második szikret a pályán. Viszont most nagyon gyorsan futunk vissza, mert elkezd ilyenkor sebezni minket a... Hát így a map. Kicsikét szemét módon. Hiába szedtük fel azt a 200 HP-t, ő most elkezd minket sebezni. Itt, hát nem tudom, lehet, hogy ilyet ha beküldök oda. Kicsit alá ment. Hát, na, ez szép robbanás volt. Darált hús elkészült a bolonyaihoz. Igen, ebből túl sok töltényünk nincs. Soti. Hogy hívják ezek? Ők a... Mik ők? Hárpiák? Azt hiszem hárpiák. Úgy emlékszem rájuk, igen. Hát kell, meg kell szoknom megint itt a irányítást, mert tényleg már régen volt videó. Na és akkor itt most felszedjük ezt a rengeteg töltényt. Erre szükségünk lesz. Ismét 200-as HP, de hát ugye addig nem fog kinyílni nekünk a kapu. Nézzük, mit kapunk. Fullon vagyunk, hát majdnem fullon vagyunk a töltényekből. És most jön az, hogy ránk küldi a rengeteg kamikázét. És ha azt halljuk, hogy közel van, akkor csak egyet lőjünk bele. Mert az se jó, ugye, ha ránk robban. Hú, valami közel van, ti vagytok közel. Én most a kékekkel nem foglalkozok. Az a lényeg, hogy mindig egy helybe kell állni. Meg az ő síkjuktól el kell ugye térni. Hoppá! Igen, na erről van szó, hogyha közel... hogyha nagyon közel jön, akkor eléggé meg tudjuk szopni. Na. Jó, ott van még egy, ezeket meg kilőjük egy-egy rakétával. Ó, abban a rakéta se kellett volna. Mit kapunk még? Rengeteg töltényt. Ajjajajajajaj, még jó, hogy ez volt a kezembe. Viszont ez nagyon darálja basszus a lőszert. Hú, kisebb akadást tapasztalok megint. Ez nem tudom amúgy miért van, más játéknál nem vettem ezt észre. Főleg nem ilyen régi játéknál, mint ez. Hogy ha megy a felvétel, és most nincs pedig bekorlátozva a framerate se, akkor egyszerűen ilyen. Én mindig azt javaslom, hogy először a kamikázékat szedjük ki a sorból, mert talán ők azok, akik a legtöbbet tudnak sebezni nekünk, hogyha közel érnek. És ki is nyíltak Memphis kapui. Megcsodálhatjuk itten a gyönyörű szép pixeles festményeket. Itt pedig egy következő fegyverünket találjuk, a lézer puskát. Felszedünk mindent, természetesen ilyenkor mindent az arcunkba fog nyomni. Ez viszont egy nagyon-nagyon jó kis fegyver, mert egészen gyorsan lő és sokat is sebez. És lehet, hogy takarékosabb vele kijönni, mint mondjuk egy minigunnal, mert erősebbek ugye a töltények. Húha! Húgyúj! Aha, na most őket így gyorsan. Júj, beszorított, az hogy nem sebzett. Ó, köszi tesó, kilőtted a skeletont! Menjen vagytok, hol vagyok? Hú, kicsit a fonalat most fel kell vennem a játékkal kapcsolatba. Rég volt már ilyen. Ott van egy kék. Azt a csúnyiba kilőjük trückösen. És itt lesz egy secret. Nem tudom. Ajaj. Nem most mutatom meg, mert közben ezek leszpannolódtak. Ezekre is ez a zöld lézergán az egyik legjobb.
Közben a trutyiukat is, a köpeteket is ugye ki lehet lőni. Ez, azt nem tudom, hogy repült oda fel. Szóval ebből is fogy a lőszerünk. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Hol a rakétavető? Itt van. Szép számmal spannoltatja őket, azt kell, hogy mondjam. Itt, hogyha megállunk, akkor nagyon be tudjuk ezeket a trutyikat kapni. Így is. És ott még a bejáratnál még van egy, igen. Gondoltam. 2, 3. Jó van. Na, van még valaki? Elfogyott abból a töltény, és ennyi volt. Nem egy túl hosszú pálya, most viszont itt csinálunk egy mentést. Csak egy quick save-et. Ugyanis itt van egy secret, ez pedig egy olyan módszerrel tudjuk csak elérni, ahogy idáig még semmilyen secretet nem értünk el. Magunk alá lövünk egy rakétát. És elbasztam. Töltsük vissza. Igen, úgy kell, hogy egyszerre nyomjuk meg a lövést és az ugrást, és úgy egészen jól ki tudunk belőle jönni. Na most, nekem van mindenem, meg túl sokat nem is ad, lehet, hogy nem is éri meg ez a mutatvány. Na most már csak 103 HP-nk van. Itt van 1 HP. Ez nem ad nagyon semmit. Ez mi volt az a hang? Valaki dobott egy gránátot, de honnan? Ah, ott van. Kis szerencsétlenről ott megfeledkeztünk. És ennyi volt a pálya, mehetünk itten tovább szépen. Köszi a figyelmet, ez volt a Dűne nevezetű pálya. Sziasztok!